Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a negyedik részből olvasok igeverset. Az ötödik így szól. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. A hetedik, nyolcadik és kilencedik vers pedig így. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene feletek lesz. Nem szoktam elmélkedni, mégis néhány gondolatot hadd hozzak ide elétek. Van-e finomabb, megfoghatatlanabb, szellemibb dolog, mint az összhang? Van-e valami, ami szigorúbb, keményebb törvények, harcok és törések eredménye, mint az összhang? Az összhang mindig nagy ellentétek feloldása. A világot szétfeszítő erők békekötése. Mindig eredmény, soha se kezdet. A hívő életnek a kezdete az a Krisztus Jézusba vetett hitben van. A forrása is benne van. És ennek a hitnek, ennek az eredménye, amit az apostol kér, a szelíd lelkűséged ismert legyen. Ó, szinte visszahallom a gondolatodat. Te, mint szelíd lelkű, milyen ismeretlen ebben a világban. Te, mint a megbékéltetésnek a legfenomenálisabb eszköze. Ó, milyen reménytelen igény ebben a világban. Te, aki a családban az igazságosztó vagy. Te, aki mindenkinek megmondod, hogy mit, hogyan kellett volna tenni. Ó, hát a te szelíd lelkűséged, a te szentséges, mély Krisztus látásod, sőt, képviseleted. Na akkor csendesedjünk csak vissza ehhez az ige részhez. Eltanulni az összhangot, kérem, nem lehet. Valakire rákényszeríteni, az se lehet. Születni kell rá. Születni kell rá, és aki erre született, annak lényében, tudatosan vagy öntudatlanul, ott van egy teremtő vonás. Hadd mondjam ezt nektek másként. Amikor valakit új teremtésé tesz az Isten, az új teremtés azzal a vonással kezdődik, hogy megbékéltet az atyával, megbékélteti az atyát, és az új vonás, hogy az ő lelkét és hatalmát és erejét adja belém, új teremtés leszek, akinek az életére nézve már egészen más törvények vonatkoznak. Tehát eltanulni, hogy valakivel összhangban legyek, kérem, nem lehet. Erre születni kell. Az újjászületett ember képessége az összhangba létel Istennel, és az összhang teremtése az emberrel. Különös teremtő képesség, amelynek lényege, hogy a világ és az élet ellentétes erőit a maga világában, a maga életében kiegyensúlyozza. Így a maga mikrokozmosza személyes győzelemmé lesz a makrokozmosz felett. Ó, de szép dolgok ezek. Mondtam, nem szeretek elmélkedni, most mégis megteszem. Hogy működik, hol működik az összhangteremtés? Hát a gondolkodásban, a lélek felvevő és átminősítő rejtekében. Ott lesz látható, és a mentalitásban lesz érzékelhető, hogy ennek az embernek az életét megragadta az élő Isten, és szent lelkével valóban újjá teremtette, és az erőit és lelkének
erőit és ajándékait ráruházta. Tudjátok, sokat gondolkodtam én azon, hogy egy robosztus alkat, egy rabiátus természetű alkat, mint például én. Amikor azt az igét kaptam a feleségemtől minden presbiteri gyűlés előtt, le volt téve az asztalomra. Igaz, hogy csak úgy becserkészte. És akkor szembesültem a végeredménnyel, és mindig ez volt rajta. A ti szerűd lelkiségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Először bosszantott, aztán mosolyogtam, végül hiányoltam volna, ha nem lett volna előttem. A külső világ, tudnélik, mindenképpen hatással van rám. Az emberek, a mondandók, a témák, az ügyek elképesztően fölforgatják az ember lelkiségét, állapotát, gondolkodás módját, és kell egy olyan krisztusi hatalomnak lenni bennem, kell a Krisztus lelkéből olyan léleknek lenni bennem, amely fölveszi az idegen indulatnak, az idegen gondolatnak, a pusztító gondolatnak a hatását, és átminősíti. Tudjátok, ez mindig a kereszt. Ez mindig az, hogy életemet adom érte. Ez elhordozhatatlan, kibírhatatlan, ellenséges, gyilkos, gonosz. Odaadom érte az életemet, és átminősítem, hogy az én tulajdonságaimat, erőimet, aki én vagyok, beleplántáljam. Az újjászületett ember életének gondolatában, lelkében a krisztusi indulat tudja átformálni az idegen gondolat, akarat és indulatnak az erejét benne lévő és megmaradó békességre, hogy fölötte tart engem az Uram annak, ami történik. Magába tart engem az én Uram, a maga békességébe. Így is mondta. Jézus azt mondta, az én békességemet adom neked, nem úgy, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szíved. És történik benne valami. Mi is jellemzi azt a fajta életet, amikor valaki újjászületett? Mi jellemzi a lelkiséget? Hogy összhangba hozza magában a Krisztus Jézus hitében mindazt, ami diszharmonikus lenne. Megtámadtak, de azt mondta, hogy ne félj, mert az enyém vagy. Érsz, bátyává teszlek téged, viaskodni fognak ellen, de le nem győznek. És aktiválja Isten bennem az ő lelkének erejét, és felveszi a harcot a külső erőkkel, idegen lelkiséggel, mindent bolygató erővel a bennem lévő erő és lélek, és nem engedi a békességemet megoltani. Nem leszek vesztes élet. Mivel a vele való összhang az a menedékem, az a forrásom, hogy azt az igét hadd mondjam, elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Tudod, amikor ütni akarnak, az ő kezét találják, szúrni akarnak, őt találják. Sátán fölülről pusztítani akar, őt találja, mert az ő tulajdona vagyok, elrejtve Krisztusba. Krisztusba rejtett élet vagyok, ezért a vele való összhangra vagyok teremtve és átalakítva. Általa hordozható minden léleknek a negatív, romboló hulláma, és kioltatik a Krisztus Jézus lelkében, amelyik ural engem. Isten, aki maga a béke, akit Jézus megbékített én velem, engem kibékített az Atyával, ezért élek egy életet váltságban. Békességszerző Istenem békességében, örömszerző Istenem örömöt szerzésében. És tudjátok, egy dologgal befejezem, egy reggeli csendességbe körülbelül egy 25 évvel ezelőtt, még egy másik megyének voltam a pásztora, és a reggeli csendesség igéje az volt, hogy megoltja a gonosznak minden tüzes nyilát, és az erőszakos embertől pedig mentsen meg az Isten.
És megjött az esperesem, kilépett az autóból és üvöltözött. Már ő, még be se csöngetett, már üvöltözött velem. És kimentem az ajtóhoz, és valamiért egyszerűen nevetségessé vált, hogy helybe jár, toporzékol, üvöltözik, teli van tükkel, hihetetlen nevetséges volt, és elnevettem magam. Erre kiszállt a feleség, és mondja, hogy ez egy veszedelmes ember, és visszatálltak a kocsiba, és elmentek. Valahogy megoldódott a benne lévő harag indulat, és átformálódott benne meneküléssé. Tudod, a szelíd lelkűség az nem gyengeséget jelent, hanem tántoríthatatlanságot, kikezdhetetlenséget. Aki áll az Úrnak erejében és hatalmában, na ezt parancsolja a mai napodra, hogy a szelíd lelkűséggel ismert legyen minden ember előtt. Hát úgy legyen. Amen.